Tisztelt közönségünk, kedves vendégeink, irodalmi gálaestünk második részét az immár klasszikusnak számító kiváló 20. és 21. századi magyar prózaíró Mészöly Miklós novellájával kezdjük. Ezt az írást is, mint Mészöly nagyon sok más alkotását, egyfajta tragikomikus látásmód jellemzi. Mészöly nem tudja és nem is akarja a világ megbotránkoztató aljasságait megbotránkozva a maguk teljes szörnyűségében bemutatni. Mint a felnőtt a gyermeki csínytevéseket, egyszerre láttatja a külső körülmények teremtette csapdahelyzetet és az esendő vagy éppen rossz szándékú emberi lények viselkedését ebben a csapdában. Idén van Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója, egyszer s mint 20 esztendeje távozott az élők sorából. Több mint fél száz kötetből álló életművében a szép prózán túl drámaköteteket, filmforgatókönyvet, meséket, sőt még verses könyvet is találhatunk. Mészöly Miklós emléke előtt tisztelegve hallgassuk most meg 1984-ben megjelent, remekbe készült Pardon című elbeszélését Lukács Sándor előadásában. Bohumil Hrabalnak ajánlotta. Prága egyik külső negyedében találkoztam vele, távol a Moldvától, az ékes vízparti dombtól, ahol nem múló időbe keretezve öli Szent György a sárkányt. Ezekre az utcákra nem futotta a régi történelemből. Ezeket az új csinálta magának. A hullafényű neonlámpasorokat, higiénikus kukákat, ahogy ott silbakolnak a házak előtt, hatalmas szénrakásos udvarokat, végükben meghitlámpású fabódéval, iroda felírással. A félrecsúszott tetejű szennyvizes aknából elégedetten mászik elő illegális ellenőrző útjáról a macska, s mint mindig, most is ugyanaz a hold kölcsönöz neki költői töbletet. Egy feltűnően meleg és moccanatlan nyári este itt értem be a harmadosztályúnak jelzett negyedosztályú vendéglőbe, hogy elfogyasszam a reggel óta esedékes pilszenit. Már túl voltam az első üvegen, mikor az egyik távolabbi asztaltól felállt egy testes férfi, nem túl alacsony, de nem is magas, és elindult felém. Emlékeztetett azokra a ravasz formájú nyúlt tömzsi hordókra, melyeknek meglepően nagyobb a belülmérete, mint amilyennek hitelesíteni őket egy laikus. Vászonnadrágja lötyögősen csapkodott, mint a cári hivatalnok tábornokoké, kék, rövidújú ingére fekete hózentréggel rajzolta rá a maga konstruktivista absztraktját. Tartózkodóan biztos mosolyjal ült le mellém, és szétterpesztett könyökkel ráejtette kezét az elázott földrészekkel teli abroszra. Tűnődésre nem volt idő sem ok, igyekeztem én is barátságosan a szemébe mélyedni, bár az is lekötötte figyelmemet, hogy vastag, szőrös karjához képest milyen megkökkentőek, kicsik és formásak a kezei. Szabályos, félhold alakú körmök, látszott, hogy nem csak vágja, de gonddal reszeli is őket. Az újbegyek puhán domborúak és érzékiek, viszont annál katonásabban voltak, csontosak és kimértek. Mintha egy nyitott, műszeres tok hevert volna előttem, amelybe éppen beraktak minden darabot. Miközben ellenállhatatlanul tovább fokozta a mosolygást, a leborított tartalékpoharat maga elé állította, töltött magának, és meglehetősen jó magyarsággal közölte velem, hogy magyar vagyok. Az ilyen ismerkedések első perceiben mindig el lehetünk készülve valamilyen csattanóra. Én történetesen nem ezt vártam. De ez egyáltalán nem szökte kedvemet, sőt, mi lesz a semmiből, ez mégiscsak izgalmasabb játék. Hamar túl is estünk a csattanó nélküli csattanón. Ehhez annyi tartozott, hogy legalább 10 éve nem beszélt magyarul, s mennyire örül, hogy most teheti. Na meg, hogy miből jött rá a mi féleségemre.
Tulajdonképpen ekkor szerettem meg. 5 év alatt 2 ízben látta a magyaroktól, hogy a kifutó sörhabját nem szopják le, hanem ujjukkal, vagy az alátét lapocskával lecsapják. Mikor tisztáztuk, hogy én egyiket se csináltam, hamiskásan megveregette a vállamat. Jó, jó, az ő szemét nem lehet félrevezetni. A kezemben azért már benne volt a mozdulat, ne is tagadjam. Mit tehettem? Bevallottam, hogy igen. Mély elégedettség ült ki az arcára, mint aki pontosan erre számított. Nem kellett biztatnom, hogy magától rátaláljon ennek a történetkének a fonalára. Mesélte, hogy pár éve nyugdíjas, és el nem tudja mondani, mennyi új örömben van része. Mintha igazában most teljesedne ki az élete. Rákapott a nyúltenyésztésre. És ez egy külön világ. Képzeljem el az emeletes ketrecek sorát, amikor reggel odasüt a nap. A nedves, szimatoló orrokat, ahogy bespékelik magukat a drótháló lukába. Melegedik a szív. És nem csak az almozás szaga utánozhatatlan, hanem az éjszakai szuszogások csendje is. Az ébredésük anarchikus kelekótyasága. Itt aztán folyik az élet. Minden zavar nélkül lehet megfigyelni a legtitkosabb mozdulatokat is, akár egy nyitott könyvben. Aztán a szaporodások, ahogy felágaskodik bennük az ösztön, és addig nem nyugszanak a selmák, amíg nem csinálnak valamit. A bakalódásukról regényt lehetne írni, mert ne higgyük ám, hogy ezek közt nincs gyűlölet, harc, háború, még összeesküvés is van. 2 összefog 5 ellen, vagy fordítva, és kész a helyzet. Persze minden az erőviszonyoktól függ, bár még az is meg lehet, hogy a 2 szívóskodó erősebb, mint az 5. És már-már úgy is néz ki, hogy a végeredmény nem vitás. Valamelyik győz, nem igaz? És harsányon fölnevetett. Van egy szép kertes házam a Moldva partján, csak kinézek az ablakon, és ott vannak kézügyben. Ha valaki, én aztán meg tudom becsülni ezt. Az a rengeteg kihallgatás, vallatás, nyomozás, jegyzőkönyv, amiben eltelt az életem, és örökké úton, mert vagy 4 renitens körzet tartozott hozzám. Ebbe bele lehetett fáradni. Mikor az ember sose tudja, mi van a függöny mögött, a padláson, a pincében, mi van a homlokok mögött. Az ilyen inspektorkodás, ezt a finom, régies, bizonytalan szót használta, előbb-utóbb veszedelmesen megnöveli a gyomorsavat. A sav rákni kezd, az pedig a rák előszobája. És akkor már jöhet a pap is kihallgatásra. Ház körül az öröm, szórakozás, a hobbi. Egy nyugdíjas már csak így kénytelen gondolkodni. Különben a tarkákat szeretem jobban, fene tudja miért. Talán mert kétes a múltjuk. Ha fölébredek reggel, első dolgom, hogy végig sétálok a ketrecek előtt, és megszámolom őket. Gyerekes aggodalom, mégis szeretem csinálni. Aztán az etetés, az itatás, mi egymás. Ezek rutin dolgok, de már ebben is mennyi a szív, ha az ember beleadja. És az a habzsolás, és ahogy egymást tapossák. Nem vagyok vidám, mikor az autó jön, hogy a kihízottakat elszállítsa. Bár azért van ennél jobb üzlet is. Van egy helybeli átvevőm, ő csak nyúzottakat, tisztítottakat vesz át. Hetenként szállítom neki a szerződéses mennyiséget. Képzelheti, mennyire más dolog ez. Az e félében nem is volt tapasztalatom azelőtt, nyugdíjas fejjel kellett kitanulnom. Mint amikor se szó, se beszéd átrakják az embert egy másik államvédelmi ügyosztályra. És kinyitotta a 3. csábító pilzenit. Hát így jártam én is valahogy. Mondhatnám, hogy lelkemre vettem a nyúzás és bontás művészetét.
Van fogalma róla, mennyi csínya-bínya van a tetszetős eredménynek? Hogy el lehessen adni, s ne mondják rá, hogy kontárnyúzás és belezés. Nézzen bele egy élenjáró üzlet fagyasztó ládájába, utána majd arra is gondol, amire addig nem. Ez művészet. A világ akkor lesz egészséges, ha mindenkinek meg lesz a maga művészete. Az én nyulaimat meg lehet nézni, ahogy azok ki vannak preparálva. Nem talál azokon egyetlen helytelen flöttyöt sem. Olyan a belsejük, mint a hold. Tudja, mosolyodott el, napsütésben szeretem csinálni. Mikor lehúzom a puha bundájukat, azt a kis nedvességet, amit a hús ereszt, az erős nap gyorsan szikkasztja, és akkor a kés hegyével jobban tudok a bunda alá nyúlni, nem csúszik félre. A húsnak olyannak kell maradni, mint a márvány. Az ember öregségére érti meg igazán, hogy mi a művészet. Nagyjában ennyit mesélt el magáról, s tulajdonképpen mást nem is, csak persze sokkal színesebben, élőbben, felejthetetlenül. Annyira mély benyomást tett rám a lénye, eredetisége, hogy gondolkodás nélkül bontottam föl a negyedik pilzenit. Csak már nem kerülhetett rá sor, hogy kiöltsem, hogy kitöltsem. Hirtelen az órájára nézett, s fejéhez kapva felugrott. Az üveget földöntötte. Most már elázott földrészek se voltak az abroszon, csak végtelen tenger. Hatalmas nevetéssel tárta szét a karját, s átölelt. Pardon, elmegy az utolsó villamosom. És kisietett a sápat kék neonderengésbe. Rég kilépett az ajtón, mikor friss meglepetéssel újra utána néztem, és nem tudtam megtagadni tőle az elismerést. Valahol olvastalak már, szép alak. Különösen az a pardon bűvölt el. És áttelepettem a poharammal egy másik száraz földre. '85 évvel ezelőtt Kolozsváron született Zsigmond István próza és drámaíró, az Irodalmi Jelen regénypályázatának nyertese, a Magyar Művészeti Akadémia néhai rendes tagja. Élete egyaránt kötődött a szép irodalomhoz és a színházi világhoz. Az 1980-as évek második felében nem egy drámáját mutatták be az erdélyi magyar színházak. Reprezentatív műfaja mégis a novella és a regény volt. Írásait elevenné tette képekben gazdag, plasztikus nyelvezetük, és az író világlátásának szürreális, nem egyszer abszurd karaktere. Hősei legtöbbször kisebbségi sorsuknak kiszolgáltatott falusi kisemberek, akiket nagy empátiával jelenít meg az író, és kisemizétségükben, útszélre vetettségükben természetesen maga is osztozik. Isten sír című elbeszélését most Oberfrank Pál adja elő. Isten sír, és a könnyek szétszóródnak a világűrben. A földi emberek többsége az égre emeli az imák áhítatában ragyogó arculatát. Ünnep van. Nem kell találgatni, mindenki tudja, hogy Isten könnyeit ezúttal az örömérzet fakasztotta, nem a kétségbeesés, de talán az önvád a félre sikerült teremtés miatt, vagy a gyász. A teremtő elégedett a teremtéssel. Itt-ott talált ugyan javítani valót, de ezeket sorban megoldotta. Még arra is volt gondja, hogy az emberiség által kitalált szörnyűségek ne ismétlődjenek meg soha. Nem lesz többet emberevés, inkvizíció, náci haláltábor és gulág, de lesz még Szókratész, Mozart, Dostojevszkij, Bach, születnek még Márkezek, Picasso-k, Hamvas Bélák, és József Attillák a földre. Hallhatunk majd új
Pavarottikat, Callasokat fellépni a világszínpadokon, láthatunk majd új Chaplineket és Latinovics Zoltánokat, csak várni kell néhány száz vagy néhány ezer évig, de a felsoroltak is még néhány százan, akik a felsoroltakkal egyenrangúak, kivétel nélkül megjelennek majd újra, hogy a lelkek, amelyeket Isten a földi emberek mindegyikébe ültetett és ültetni fog az idők végezetéig, ellássák az emberek tudatát azzal a felismeréssel, hogy a szüntelen óbégatással semmit nem lehet megoldani, nincs veszve semmi. A görbe vonalak még mindig kiegyenesíthetők, a rútnak is megvan a maga szépsége, csak meg kell keresni, és nem kell meghallgatni a hitetlenek Isten káromló zagyvaságait. Isten után a kultúra az a kincs, amely értelmet ad az emberi létnek. Olyan érték ez a földi emberek életében, amelyet őrizni és táplálni kell, minduntalan, ahogy a mennybolt őrzi csillagait az égen, amelyek egyedül képesek arra, hogy bevilágítsák a földi, azaz az égi utakat. Ezeken az utakon a haldokló gyűlölet belevész a semmibe, az árnyék valamelyik sarokba szorulva kunyerál életet, de hiába rimánkodik, a létkapui végleg bezáródtak az orra előtt. Isten most azért ontja az öröm könnyeit, mert tudomására jutott, hogy megint akadt néhány ország, ahol eltiltották a halálbüntetést, és biztosan azért is ontja Isten az öröm könnyeit, mert Kelet-Európa egyik országának sok ezer falva közül az egyikben az unokák és a dédunokák gondoskodása és rábeszélése nyomán a közeli város jól képzett orvosai megmentették Zsuzsika néni szemevilágát, aki már a lakásában is nehezen tudott közlekedni. Most viszont a sikeres szemműtét után már a televízióban sugárzott műsorokat is nézni tudja. A kétségbeesés könnyeit is ontani fogja az Úr, amikor megtudja, hogy ugyanabban a városban, ahol a sikeres szemműtétre sor került egy másik kórházban, ott áll egy fiatal segédorvos, egy filoszemita idős ember beteg ágya mellett, és beszélgetés közben kifejti, hogy ő tagadja a holokausztot, az történelmi tény, hogy a náci haláltáborokban kivégezték az emberek millióit, de azoknak a többsége, az a bizonyos 6 millió nem volt igazi zsidó, zsidókból átkeresztelkedett keresztények voltak, akik az évezredes zsidó üldözés tudatában sorsuk jobbra fordulása érdekében megtagadták zsidóságukat. A kétségbeesés könnyei az előbb felsoroltak, és még rengeteg minden miatt előbb-utóbb ki fognak szakadni az Úrból. Egyebet nem nagyon tehet. Ő tisztának teremtette az embert. Lehet, hogy egyesek bűnben fogantak, vagy bűnös környezetben születtek, de bűnös újszülött soha egy sem jött a világra. Az ember dolga, hogy önön ellenségeit, azaz saját maga beteg kinövéseit, legyenek azok fizikai, de főleg szellemi természetűek, elítélje, megsemmisítse és szemétre dobja. Ez az emberi feladatok egyike, talán a legszentebb feladat, amiért élni érdemes. És tovább ömlöttek volna Isten örömkönnyei, csak hogy a központi temető kapujában megjelentek a halottak, megrágott öltözékben, hullafoltosan, aggasztján kinézésű 20 éves szószólójuk pedig ekképpen szólt: Uram, arról volt szó, hogy az élőkre és a holtakra egyformán vigyázol, s mit érzékelünk, mert halott szemünkkel látni már nem lehet, hogy ömlenek belőled az öröm könnyei, folyik az égi dinomdánom, ez már nem is könyvzuhatag, mennyei özönvíz bizonyára. Valószínűleg ebben lubiszkolnak az őrangyalok, a lelkek s a csillagok. Tulajdonképpen mit ünnepeltek, Uram? Mondd, hogy örüljünk mi is. Nekünk,
Odalent a göröngyök közé még egy maroknyi fényt sem juttattál soha, a sírjainkra hullatott rokoni könycseppekkel vagyunk kénytelenek beérni. Göröngy leszek én magam is, ha már életet adtál, miért csúfolkodsz az élőkkel, Uram? Neked köszönhetem, hogy nem tudom hogyan, de közölni tudom veled a földben lakók ősidők óta elhallgatott keserveit. Tudtam róla, mondta az Úr, elfelejtett, hogy én mindenható, minden tudó vagyok, újdonságot a világról nem tud mondani nekem senki sem. Hogy néha fiatalkorban vagyok kénytelen visszahívni az emberi testben szolgáló lelket, ne kérdezd, hogy miért, isteni titok, nem mondanám el soha senkinek, még a szóban forgó emberi lény visszahívott űrangyalának és visszahívott lelkének sem. Annyit mondhatok, hogy én előre látom mindenkinek az élet útját, s néha egy-egy fiatal gyermeknek, vagy éppen egy-egy újszülöttnek vagyok kénytelen elvenni az életét, mert látom, hogy leendő életének minden lépését a sötétség birodalmának Isten gyalázásban fogant területén teszi meg. Az a maroknyi világosság, amelyet neki is juttatok, elmenekül a közeléből. Hogy konkrétan mit láttam mindegyiket a kéret útjában, azt nem mondhatom meg, de bíznod kell az isteni bölcsességben. Egyszer-kétszer tévedtem ugyan. Élni hagytam olyanokat is, akiknek már kora gyermekkorukban el kellett volna vegyem az életét. Áldásom kísérjen vissza a göröngyök közé mindannyiatokat. Uram, sajnálattal közlöm, hogy tovább fogunk ócsárolni odalent. Téged megszédített a sok millió éves égi magaslat, grandomániás lettél, képes vagy megáldani a göröngyöket is, szeretném, ha minden fűszálat megáldanál külön-külön. Ez eltartana legalább 10 000 évig, és nem lenne időd azzal foglalkozni, hogy emberi holttestekkel trágyázd a szent anyaföldet. Nem átkozlak meg, Uram, de ha maradt volna bennem egy parányi lének, annak az egyik sarkába taszítanálak, egy ketrezbe zárva, hogy érezd meg te is, milyen lehet kitaszítottnak lenni, aki annyit sem ér, mint egy légynek a piszka. Fiam, mondta az Úr, látod, ezért is vettem el tőled 20 évesen az életet, mert egész életedben hányásként ömlött volna belőled a szó, leendő életviteleddel az emberiség szégyene lettél volna, akit családja elutasít, elítél és megtagad. Odalent fertőzheted a hozzád hasonlókat, áldásomat ezennel visszavonom. Nincs több szavam hozzád, nincs is időm. Várnak a fűszálak, ugyebár, amelyeket sorban meg kell áldanom. Kedves vendégeink, kedves közönségünk, műsorunkat Tóth Erzsébet, József Attila és Babérkoszorú díjas költőnek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának a verseivel folytatjuk. Egyébként ő is emlékezetes napokat él át mostanában, hiszen tegnap ünnepelte kerek születésnapját. Itt van a körünkben, úgyhogy nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntjük őt ezen a szép ünnepen, és mindannyiunk nevében nagyon-nagyon jó egészséget, és még sok-sok eredményes, boldog évet kívánunk neki. Hogy a közelmúltban jelent meg a Kínai Legyező című könyvem, amiből elhangzik ez a 3 vers, amit most fogunk hallani, és majd szeptember 4-én a Napkiadós hátránál fogom dedikálni. Köszönöm szépen! Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük!
Tóth Erzsébet számos kitűnő verses kötet szerzője, de kritikát, esszét, tárca novellát is ír, és szerkesztőként dolgozott az Élet és Irodalom, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap című lapoknál a 90-es években, valamint a Nagyítás című irodalmi hetilap munkatársa is volt. A debreceni Csokonai Színházban mutatták be a verseiből készült Kőrózsa betonszív című darabot Újhelyi Kinga sokoldalú közreműködésével. Hallgassunk most meg két Tóth Erzsébet verset Hűvösvölgyi Ildikó és Újhelyi Kinga színművészek előadásában, majd egy Újhelyi Kinga által megzenésített vers, a Rózsa következik, estünk zeneművészeinek közreműködésével. Gyerekségek. Úgy hagytam ott anyámat testvéremnél, mintha a gyerekem lenne. Ő is úgy maradt ott, falnak fordított arccal, mintha durcás kisbaba lenne. Talán a szeme is könnyes volt. Gyerekségünkben a zsarolásra gondosan előkészített, kierőltetett könnyek. Reszket a szívem érte. Nem tud vigyázni magára. Most érzem, milyen lehet, ha valakinek van gyereke. Örökös félelem lehet. A testem nehéz lett, mintha szültem volna. Gyerekem nem lett. Hát, anyát szültem. A vér. A motto Antal József nyomán született. Tetszettek volna forradalmat csinálni. Nem tetszettünk. A forradalomhoz vér kellett volna, de abból nekünk akkor már nem volt. Lomha, rózsaszín folyadék csordogált bennünk. A 30 évig szívünknek tartott puskák ólma gyötörte, szívta vérünket. Ki tudja, hány évvel előbb kellett volna mozgósítani vérünket? Mikor is volt az, amikor éjjel-nappal forradalomról álmodtunk? Azt se tudtuk, kiáltványt írunk-e, vagy verset. A vers kiáltvány volt, a kiáltvány versé olvadt. Álmodott, repült, lehult a kezünk, akkor még nem tudtuk, mi húzza le, de tiszta pillanatokban látszott a rozsdás szörnyű karperec. Nem ráztuk le, belénk szivárgott a bilincs. Nem harcoltunk, belénk égett a rabság, szabadság helyett aranyat kerestünk. Vérünkben szolga dolgozik most is, gyávaság sara költözött a szív billentyűkre, ezért mozog lassan a vérünk, megszoktuk már, bénán hever rajtunk elhervadt lázadásunk. A puha diktatúrában vígan puhult a gerinc, szétfoszlott maradék méltóságunk. A bársonyos forradalomból csak bársony székek maradt. Nem kellett volna velük egy asztalhoz ülni. Se kerekhez, se négyszögletűhöz. Vonultunk volna, mint a pesti srácok, és folyt volna az ifjúi vér szívünkből. Akkor az ügynöklisták is előkerültek volna, véresen, ahogy illik. Szörnyű lapozgatás lett volna, de lemostuk volna a gyalázat. Már nem volt vérünk. Ültünk az ilyen-olyan asztaloknál,
árulókkal, ügynökökkel, gyilkosokkal, hétpróbás hóhérokkal, míg előretolt rablóbandáik régen eladták mindenüket. A gyárakat, iskolákat, templomokat, kastélyokat és kunyhókat. Eladták alólunk a földet, felőlünk az égboltot. Ólom szivárog most is a vérünkbe. Nem mozdulhatunk, nem győztük le fogvatartóinkat. Újabb és újabb szélhámosoknak hajbókolunk. Okos kis szörnyek idomítják ujjainkat. Nem ismerünk barátot, ellenséget. Bambán szegezzük tekintetünket a képernyő bunkerekre. Észre sem vesszük, hogy lábunknál előbújtak már az első tavaszi virágok. Gépek kígyói fonják át testünket. Mérkezik agyunkat. Betépve, kábán nézzük őket, akik szívünkre a fagyos ködöket küldik. Az utcán utolsó lélegzetével tányér levesért koldul a szabadság. Legbelsőbb szirmaiba suttogott vallomásaim. Egyszer majd arcodhoz érnek, mint a csillagok szelíd fénye. De a gőgés a magány torony szobáiban nem juthatok be soha. Tararirára, tararirára, tararira, 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 tararira. Kastélyodba, amit nélkülem építettél magadnak, nincs helye, csak állok a vasra vert iszonyú ajtók előtt, s kezemben, kezemben megolvadnak a kulcsok, nem ezt ígérted, kedvesem, kedvesem. Zararirára, darari-ra-ra, darari-ra-ra-ri-ra, darari-ra-ra, kedvesem. Darari-ra-ra, darari-ra-ra, darari-ra-ra-ri-ra, legbelsőbb szirmaiba suttogott vallomásaim. Egyszer majd arcodhoz érnek, mint a csillagok szelíd fénye, de a gőg és a magány torony szobáiban nem juthatok be soha. Amit nélkülem építettél magadnak. Nincs helyem, csak állok a vasra vert iszonyú ajtók előtt, s kezemben, kezemben
legbelsőbb szirmaiba suttogott vallomásaim. Egyszer majd. Másik ünnepeltünk, aki itt van körünkben, Ács Margit, József Attila és Kossuth Díjas prózaíró, esszéista, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Mindannyiunk nevében gratulálunk neki, és nagyon sok szeretettel kívánunk további boldog, egészségben gazdag életet. Ács Margit évtizedeken keresztül volt a Szépirodalmi, majd a Magvető könyvkiadó szerkesztője, számos kiváló írónk pályájának az elindítója. Közben egymást váltva jelentek meg tanulmánykötetei és szép prózái, amelyek egyszerre szenvedélyesen és intellektuálisan reflektálnak korunk szellemi, társadalmi és politikai kihívásaira. Hallgassunk most meg készülő regényéből egy részletet Hüvösvölgyi Ildikó előadásában. Apó gyermekkora, regény részlet. Többnyire hajnalban kelt, rántott levest főzött magának, sok kömény maggal, ebédre zsíros kenyeret csomagolt, vékonyra szelt paprikával, nyáron kovászos, télen ecetes uborkával. A lábát hintőporral szórta be, mielőtt felhúzta a bakancsot, ezért reggel, amikor Boriska felkelt, babapopsi szag volt a konyhában. Apó egy kis bőröndel járkált, abban hordta az irodáját. A szakszervezeti tagoktól szedte be a tagdíjat apró bélyegek fejében. Boriska elragadtatottan nézte, amikor esténként a nagy spirálfüzetbe, amelynek szegélyén az ABC betűi voltak, a nevek mellé római számmal bejegyezte az aktuális hónapot, mármint azoknak, akik lerótták aznap tartozásukat. Látta, hogy apu ilyenkor nagyon komoly és összeszedett, és át is érezte, hogy pontosan elszámolni a pénzzel és a bélyegekkel igen nagy felelősség. Ha apu tévedne, az ő pénztárcája bánná, sőt, meggyanúsíthatnák sikkasztással is. Azon meg nem győzött nevetgélni, hogy hány kis, nagy, kovács, varga van a vasútnál. Számozták őket. Kis 27 János, kis 28 János, kis 29 Máté, és így tovább. A hintőpor ellenére estére befüllett apó lába. Lavúrban áztatta, és lefekvéskor kamilla teát ivott. Sok kisebb-nagyobb betegségét gondosan kúrálta. Büszke volt rá, hogy a vasútnál dolgozik, komoly beosztásban. Büszke volt rendszeres életvitelére. Még az esti lábáztatásban is volt valami rituális. Testkultusz volt ez, még ha nagyon szerény és szegényes kellékekkel is. Szeretett tisztálkodni. Amália nagymama bezzeg nem annyira. Hiába volt már fürdőszobájuk, reggelenként csak a szemét lötykölte meg vízzel, s télen 7 számra elszabotálta a fürdést. Apó viszont imádott fürdőbe járni, bérlete volt. Amália folyton ellenőrizte, hogy aznap lukasztották-e a bérletet, mert meg volt győződve róla, hogy apó összeszűri a levet valamelyik pénztáros nővel. Néha annyira felhergelte magát, hogy az élére állított vasalódeszkával osztotta ketté a hitvesi dupla ágyat, hogy e paraván mögül löveljen gyilkos pillantásokat a vén kéjencre. És előfordult az is, hogy egy féltékenységi rohamában a sparhelyben lobogó tűzbe haigált egy jókora marék papírpénzt. Ő, a takarékoskodás bajnoka, aki 10 fillérért is körömszakadtáig alkudozott a piacon. Kilométereket gyalogolt valami leárazott mosóporért, és foltot vart a foltra is a dunyahúzaton. Szegény apó kék szemében ilyenkor kihunyt az örökös derű,
és gyorsan elszelelt otthonról. Amire visszatért a szolgálatból, Amália kifüstölögte magát, és csak a megszokott éber, bizalmatlan tekintettel pásztázta a világot. A férje urának meg újra ártatlanul kék volt a szeme. Apó bőgatyás paraszt gyerekként került a fővárosba. Öten voltak testvérek, anyjuk meghalt, és az apjuk megelégelte a cseléd sorsot. Gondolta, Budapesten jobban elboldogul a talicskájával, sok építkezés volt, kellett a kubikus. A városszéli barakház, ahol elfészkelődtek, tele volt gyerekkel. Falkában rohangáltak szerte szét, felcsimpaszkodtak a villamosok ütközőjére, célba dobtak az utcai lámpákra, megdézsmálták az utcára kirakott árut a zöldségeseknél, aztán iskiri, elfutottak a büntetés elől. Csak hogy apónak és öccsének világított a fehér, bő, ráncolt szárú gatyája. Könnyű volt megtalálni őket. Ha nagyobb volt a kár, amit okoztak, a körzeti posztos rendőr megjelent az ajtajukban, kártérítést követelve. Az apjuktól ugyan semmit nem lehetett behajtani. Ha tudta volna, se vidette volna ki a kár, de hát nem is tudta. 5 gyerek egy fizetésből. A rendőr is morgolódva továbbállt. Viszont az apjuk már rendes pantallót viselt, amire nekik még évekig kellett ácsingózni. A nadrágnak természetesen bőrszíja volt, csattal a végén, hát azzal lettek ők megnevelve. Évtizedekkel később már Boriska a gyerekeinek mesélt a fehér bőgatyáról, mert mindenki korán házasodott a családban, és aránylag fiatalon lett apóból dédszülő. Még befogható volt gyermekőrzésre is. Pletykás természet volt, nem bírt titkot tartani. Azt is elárulta a gyerekeknek, hogy nincs Mikulás. Csak hogy a gyerekek nem hittek neki. Panaszkodtak Boriskának, hogy apó be akarta csapni őket, állandóan viccel velük. Apó viszont azt mondta Boriskának, kicsit szomorkás hangon, de egyúttal elégedett büszkeséggel, tudod, a te gyerekeid már olyan igazi úri gyerekek, amilyeneket mi csak messziről bámultunk. Pedig nagy pofánk volt, senkit se tiszteltünk. A felnőtteket, a ránk szóltak, kiosztottuk rendesen. Nem tojtunk be az úri emberektől sem, sőt, azokkal még inkább szemtelenkedtünk. De a gyerekeikkel valahogy másképpen voltunk. Szépek voltak a szép ruhájukban, még a fiúk is. Elmondta akkor apó, hogy az 5. testvérük nagyon beteg volt, járni se tudott, tele volt sebekkel, és neki kellett kicipelni a sötét szobából a rétre, a rákos patak mellé, hogy napozzon egy kicsit. És az volt a dolguk, hogy leszedjék a sebekről a vart, amely alatt nyüzsögtek az apró kukacok. Nagyon hálás volt szegény, talán csökkent a fájdalma vagy viszketése, ezért megtették ezt neki, pedig nem volt könnyű. Nem nagyon bánták, amikor bevégezte a fiú. Soha nem szoktak beszélni róla. Boriska akkor apu sajátos testkultuszára, élvezkedő fürdéseire, hintőporozásaira gondolt, és gyönyörűséggel töltött el, hogy az életben mennyire klappolnak a dolgok. Meg arra gondolt, hogy apu alapjárata a derű. Semmivel nem lehet kihozni a sodrából. És ez nem csak a természetéből következik, mint az emberek gondolják, inkább abból, hogy minden kellemetlenség, ami történik vele, sokkal, de sokkal elviselhetőbb, mint a gyermekkora volt. Szintelenül örül. Lám annak is, hogy leszármazottai igazi úri gyerekek lettek.
pedig egy kicsit fél tőlük, mint egy idegen emberfaj példányaitól. Most pedig tisztelettel megkérem Ács Margit akadémikus asszonyt, legyen olyan kedves felfáradni a színpadra, amit tudok, én is segítek ebben természetesen. Ilyenkor egy pici taps egyébként mindig segít a színpadra érkezést illetően. Az iminti percekben igazából a most készülő regényéből hallhattunk idézetet. Jól sejtem, vagy jól sejtjük, hogy 2016 az ön írói munkásságát illetően, ha ugye a Párbaj című kötetre gondolok, akkor ez egy fordulat. Fordulat történt az ön társadalomszemlélet, illetve a személyes ihletésű művek irányában? Nem éreztem. Én az első pályaszakaszomban is tulajdonképpen a magánéletben, az emberi szorongásban írtam le azt a helyzetet a pártállami rendszernek, a diktatúrának a nyomását, azokat a szorongásokat, amiket akkor a politikai cenzúra miatt nem lehetett volna másképp megírni. Aztán a társadalmi kérdésekkel, politikai társadalmi kérdésekkel a 90-es évektől kezdve sokáig csak esszében foglalkoztam. A Párbaj az igaz, hogy egy tőlem talán szokatlanul személyes könyv lett, de voltak éppen abban is az mozgatott, hogy olyan jelenséget éltem meg én magam is, ami mindenkit vagy nagyon sok embert érint, érdekel, ez pedig az a helyzet, hogy a női emancipáció még mindig a férfiak számára problémát jelent. Nehéz elviselni azt, hogy a kis kedves feleségből egyszer csak rivális lett, esetleg többet keres, mint a férj. És ebből származnak olyan konfliktusok, amik bizony nem ritkák, és miután megírtam ennek a rossz házasságnak a történetét, nagyon sokan azt mondták, akik jó házasságban élnek, hogy mégis magukra ismertek sok dologban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen szempontból nem szakítottam a korábbi elvemmel, hogy csak olyasmiről írok, ami nem csak engem érdekel. Ez az új regény, hát családregény, de ez is olyan, amiben nagyon benne van a történelmünk, a társadalmunknak a szerkezete, mert arról van szó, hogy egy igazi munkáscsaládból ki felnő egy értelmiségi, aki az elit értelmiséghez számítódik később, és ez a család számára is nagy probléma, mert idegen testnek érzik, tartanak tőle, és hát persze a főhősnőm számára is probléma, mert hiszen támasz nélkül van. De hát ezzel a szándékkal kezdtem el írni a regényt, de végül kiderült, hogy másról is szól. Például az anyámmal való nehéz kapcsolatomról szól inkább. Tehát valóban annyira erősen összefonódik mindenki életében a társadalmi helyzet, a körülmények, a politika, annyira jelen van minden pillanatunkban, hogy nagyon nehéz szétválasztani a kettőt. Akadémikus asszonynak nagyon szépen köszönjük. Egy nagy tapsot hadd kérek. Köszönjük szépen, hogy bevallom őszintén, még számos kérdést feltettem volna, főleg ugye a női férfi harcokat illetően, de én örülök, ha hazamegyek, és még fedél van a fejem fölött, így nem mertem tovább boncolgatni ezt. Azért mi hallgattuk volna még egy kicsit.
Lázár Ervin, József Attila és Kossuth Díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia posztumusz tiszteletbeli tagja idén töltené be a 85. életévét. Azon kevés nagy írón közé tartozik, akinek népszerűsége évtizedek óta töretlen, és talán azt is megírjuk egyszer, hogy nem csak humorral teli fordulatos meséi, nem csak gyermekkönyvei forognak majd az olvasók kezében, hanem több kötetnyi elgondolkodtató, mégis olvasmányos novelláját és kiemelkedő regényét, a Fehér Tigrist is számon tartják majd a magyar szép próza szerelmesei. A Tűz című elbeszélés egy azok közül, a Lázár Ervin alkotások közül, amelyekben az író, a humor, az irónia és egy abszurdnak tűnő ötlet segítségével mai világunk lényeges jelenségeire hívja fel a figyelmünket, és ezt teszi most meg Lux Ádám is. Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométeusz máját. A hős felsóhajtott. Ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce. Megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek. Lejárt a büntetése? Kérdezte. A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan, de minek strapáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta: hazudsz, kutya! Nem kutya, keselyű, mondta egykedvűen a robusztus madár, s szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométeusz haragja nem csillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalt rá a keselyűre, tépd a májam! Majd megőrültem, mondta mérgelődve a keselyű. Nem érted, hogy már nincs tűz a földön? Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is? Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha. Prométeusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta magabiztosan. Gyerünk, láss munkához! Értsd már meg, hogy nincs tűz. Az emberek nem ismerik a tüzet. Nincs szükségük rá. Nem igaz, kiáltotta a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában. Lári-fári, mondta a keselyű. Főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak. Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt? A tűz! Nem a tűz. Az atom, ha annyira tudni akarod, megnyomnak egy gombot, s már is árad a fény, a meleg. Semmi füst, semmi lángnyelv, semmi faropogás, sokkal tisztább, veszélytelenebb. Prométeusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felcsillant az arca. És a háborúk? Meg a gyújtogatók? Sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország. Semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtett, elavult módszer, még a tűzoltóság is megszűnt, még az önkéntes csapatok is. Nincs tűzoltóbál, önkéntes sugárvédők bája. Az van. Prométeuszban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta, bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei. A keselyű legyintett. Rég nincs, bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, elsőrangúan garantált. Nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjad. Egy gomnyomás és kész, ráadásul többször is felhasználható. Nem igaz, üvöltött Prométeusz, a sziklák vízhangozták. Nem igaz, nem igaz. Ugyan mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad.
Átban laktak ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keshelyű, meg egy láncai, csörgető, mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól. Ausztráliában büntetést fizettek, közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométheusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték. Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét. Tűz? Fire? Ogoni? Fire? Nem, ilyen szó nincs is. Röhögött a keselyű. Prométheus meg vadul csörgette a láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öreg embert. Na, még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyűt Prométheus. A keselyű bólintott. Tűz, ismételte a szót az öreg, és értelmes fény villant a szemébe. Ott, mondta, az a nagy ház. A keselyű alig tudott lépést tartani Prométheusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották. A homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum. Ez az, kiáltott Prométheus, oda néz! No, mondta a keselyű. Mesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók. Hosszú rideg folyosón baktattak végig, petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek, Prométheus boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztortűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó kalapos csizmás ember lobogó pásztortüzet bámult. Tűz! Kiáltott boldogan Prométheus. Föstött, mondta a keselyű. Prométheus a pásztortűzre merett, arca elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy a viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vitrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz. Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheus haja megfehéredett. Még ott, kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amelyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt. Alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedten felnevetett. Prométheus ekkor fölkapta a fejét, a fogát összeszorította, az állak kemény lett, elhatározta, hogy újra fölmegy az Istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt. Tudom, hogy megint el akarod lopni. Gúnyosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák. Prométheus aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön, olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz! A József Attila és Kossuth Díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia posztumusz tiszteletbeli tagja Utasi József 2021-ben töltötte volna be a 80. életévét, és immár 11 éve nincs közöttünk. Pályája a 60-as évek végén az Elérhetetlen Föld című antológia költőivel, a Kilencekkel indult.
nehéz sorsot szánt neki a teremtő. Árvaságban hányódó gyermekkorát felnőtt fővel elszenvedett tragédiák követték. Nem is csoda, hogy élete nagyobb részét súlyos betegség árnyékolta be. Szenvedélyes lírája, amelynek egyként jellemzője a klasszicizáló forma és a népköltészettel rokon erős képi fantázia, az évek során nem vesztett erejéből. Verseinek érvényességét nem fakította ki az idő. Most hallgassuk meg Utessui József 4 versét, Lukács Sándor, Lux Ádám és Óber Frank Pál előadásában. Kérem, kérem, én eddig hallgattam csak, mert jól tudom, mi lesz a sorsa a szeleburdi szilvafákon kék csillaggá robbant rügeknek. Mondják, mikor az ózdi kórház bűtőjében kis Margit megszült, barkát borzolt a szél, és az utcán kizöldültek a vasporos fák. Ám alig, hogy a részkilincset Lábújhegyről ígyni fölértem, ifjúházunk szemét kilőtték, s lekalimpált a kis kakukk is. Anyám összezsöpörte az időt, én meg kidobtam a szemétre. Ragyogásban. Aj, hogy ragyog rajtam ez a szikrás, hómező ing. Ilyen ragyogásban tűnt el apám is, s most ő int a hadak útjáról felém. Csillagág öt ujja, zubbonyát a zörgő zöldet, fújja a szél, fújja. Napszentületkor. Sétáltatom a szívemet. Nap és hold őrségváltása jött el, de semmi csinnadratta, semmi zaj, tele a rigók torka is a csönddel. Nap és hold őrségváltása jött el. Ámultatom a szívemet. Hogy ver szegényke, hogy ránk, hogy dohog. Lapulnék falak mellé, nem merek, mert bevágná be a kirakatot. Úgy ver szegényke, úgy ráng, úgy dobog. Csitítom halkan szívemet. Csíja, csicsíja, te forradalmas. Vetít az ég tengerparti tájat. Gyönyörködj benne, ha tudsz. Vagy hallgas. Határtalan az élet, hatalmas. Vallomás a Dunán, Farkas Árpádnak. Hazám 77 ördög bukfenc hosszú. Szélessége, miként kitárt karom. Magyar vagyok. Szívemben semmi bosszú, jövőnket én akarván akarom. Nem öl a kór, boldog vagyok most, boldog. Szőkél a víz, sétahajunk fehér, de gond felhőzi. Meg-megráng a homlok, hírek fájdalmát ontja rá a szél. Ide hallom a balladás magyarnak zokogását, fenyvesek panaszát. Irgalmatlan Isten, hát mit akarnak? Megfojtani egy csecsemő hazát? Magyar vagyok, szívemben semmi bosszú. Jövőnket én akarván akarom. Hazám 77 ördög bukfenc hosszú, szélessége táruló két karom.
Mindjárt viszont, hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, elsőként kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem Bényi Ildikónak, hogy elviselt. Takács Bence, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük önöknek, hogy elfogadták meghívásunkat. Nagyon köszönjük önöknek, hogy együtt ünnepelhettük így az irodalmat. És nagyon bízunk benne, hogy a jövőben is megtehetjük. Nagyon fontos mondat következik. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk. Találkozzunk a következő irodalmi gálán. Vigyázzanak magukra, és derűs szép estét. Viszontlátásra!